Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. A napokban ismét napirendre került az a téma, hogy hogyan viszonyuljanak az állampolgárok meg egyáltalán a társadalom a szexturizmushoz. Erről fogunk beszélgetni Jámbor Miniska Zsejke újságíróval, aki egy nagyon részletes cikket írt a témában a képmás.hu-ra. Ő van a vonalban, szervusz, köszöntünk itt a műsorban. Szervusz Tamás, és üdvözlöm a hallgatókat! Szóval, hogy ez az egész ilyen prostitúciós kérdés, egy kicsit úgy érzem, hogy még mindig tabu a társadalmakban, annak ellenére, hogy egyre több tényfeltáró könyv, egyre több riport, egyre több különböző formátumú feldolgozás jelenik meg, de talán a szexturizmus meg egy még inkább rejtett dolog. A cikketekhez azért is nagyon gratulálok, mert tényleg elég részletesen és elég kendőzetlenül számolsz be különböző esetekről. Szóval te hogy látod, mennyire virágzó iparág napjainkban a szexturizmus és az ebből adódó prostitúció? Köszönöm. Ezt a cikket úgy másfél éve találtuk ki a szerzőtársammal, Horváth Sánta Hangával, aki egyébként kutató, és nagyon sokat segített nekem ebben a cikkben, hogy ezt meg tudjuk írni. Alapvetően ugye sajnos egy iparágról beszélünk, ugye a prostitúción belül is, maga a szexturizmus az egy külön iparág, és sajnos ezzel sem tud mit kezdeni a világ, ugyanúgy, ahogy a prostitúció más válfajaival sem, hiszen prostitúció mindig volt, mindig most is van, és sajnos lesz is, és úgy tűnik, hogy hiába van egyre több emberjogi szabályozás, hiába foglalkoznak ezzel a témával egyre többet, sajnos a keresleti és a kínálati oldalon sincs változás, tehát ez sajnos egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon virágzó iparág. Akkor elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen a kereslet az, ami fenntartja ezt az iparágat, azt az iparágat, ami egyébként nagyon sokszor ugye bűncselekményekkel fonódik össze az emberkereskedelőtől kezdve a pedofílián át. Igen, ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés, tehát azért is foglalkoztunk ilyen hosszan ebben a cikkben ezzel a témával, mert nagyon sokféle oldalról meg lehet közelíteni. Ugye pont amit említettél, hogy legális vagy illegális keretek között történik ez. Tehát ugyanúgy mondjuk, hogyha valaki egy Európai Uniós országban rendez egy olyan eseményt, ahova meghívott emberekkel akár mondjuk egy orgiát tartanak, akkor az egészen más, mint az, amikor valaki kimegy mondjuk Tájföldre, és ott kifejezetten szexuális kalandok miatt utazik külföldre. Tehát meg lehet vizsgálni innen. Mi azt is vizsgáltuk, hogy milyen motivációkkal érkezik az ember ebbe a helyzetbe, a kínálati és a keresleti oldalon egyaránt. Meg lehet vizsgálni azt, hogy a nők és a férfiak hogyan viselkednek ebben a helyzetben. Illetve abból is ki lehet indulni, hogy milyen a hatalmi viszony a szolgáltatást nyújtó, illetve a szolgáltatást igénybe vevő ember között, mert ugye kifejezetten, ha mondjuk ezekre a szexturista paradicsomokra gondolunk, mint mondjuk Tájföld vagy közép-afrikai országok, ott ugye azt látjuk, hogy kifejezetten ez a gyarmati logika leképeződése is megtörténik, tehát kifejezetten azért mennek oda az emberek, hogy a pénzüket többnek érezzék, a hatalmukat nagyobbnak érezzék, és kihasználják a helyieknek a kiszolgáltatottságát. Ez azért is nagyon bonyolult egyébként, mert ez egy gazdasági kérdés is. Tehát persze a kereslet mindenképpen meghatározza a kínálatot, de azért azt is látni kell, hogy kifejezetten a fejlődő országokban sajnálatos módon ez az iparág hozzájárul a GDP-hez és a foglalkoztatottsághoz. Tehát ha egy csapásra megszüntetnénk a szexturizmust egy varázspálca suhintással, és sehol nem lenne a világban, akkor nagyon sok embernek az egzisztenciája omlana össze. Ez szomorú ezt mondani, de sajnos ez az igazság, ezért olyan nehéz ezzel a helyzettel bármit is kezdeni. Ugye a cikketekben bemutattok egy hölgyet, aki 17 éves és a Dominikai Köztársaságban dolgozik prostituáltként, aki ugye arra hivatkozik, hogy neki is van gyermeke, akit el kell tartani. De mi a tapasztalat, illetve miközben ezt a témát feldolgozzátok, hogy látjátok, ezek az emberek, akik prostituáltnak állnak, ők kényszerből mennek ebbe bele, egzisztenciális kiszolgáltatottságból, vagy tulajdonképpen egy jó bulinak tartják. Kérdezem ezt már csak azért is, mert a szolgáltatásaikat igénybevevők meg gyakran hivatkoznak arra, hogy hát ők szabad akaratukból vannak ott, és ők csak kihasználják az alkalmat.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, amire rámutattál. Én több cikkemben is foglalkoztam a prostitúcióval, egy másik két más cikkben kifejezetten a prostituált külső és belső kényszerítő tényezőiről írok, pszichológust kerestem meg ezzel kapcsolatban, és ott pontosan ezt a témát taglaljuk, hogy mennyire saját választás. És arra jutottunk, hogy semmilyen esetben nem saját választás, mert az is egy tévhit, hogy a prostituáltak élvezik a szexet, tehát nyilván nem, hogyha nem lenne szükségük arra a pénzre, akkor nem ebből a munkából élnének. Most az, hogy mennyire van szükségük arra a pénzre, erre a cikkben egyébként dr. Marsai Viktor Afrika kutató is rávilágított, hogy azért nem azt kell elképzelni, hogy itt minden egyes prostituált a betevő kenyérért csinálja ezt, hanem lennének talán más alternatíváik is. De azt látták a környezetükben, meg abban szocializálódtak, hogy nekik ez az út, az egyetlen út, amivel fent tudják tartani magukat. Most mindegy, hogy ez így van, vagy hogy csak ők érzik így, de mindenképpen ebbe az irányba tereli őket. És azért beszélek külső és belső kényszerítő erőkről, mert nyilván, hogyha valakit elrabolnak, megragadnak, oda kényszerítenek, az egy külső kényszerítő tényező. De vannak olyan belső motivációk, amikor az ember azt mondja, hogy én nem érek semmi, engem erre neveltek, nem volt olyan támogató szülői háttere, állami gondozásban nőttek fel. Ezek is kényszerítő tényezők, hiszen hogyha valószínűleg ugyanaz a lány az én családi környezetemben nőtt volna fel, akkor nem ott tartana, ahol most tart. Tehát ez is egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon különböző motivációkkal érkeznek a prostituáltak erre a területre. Vannak ugye olyan országok, ahol aminek a hallatán kifejezetten egyébként a szexturizmus jut eszünkbe, ilyen például ugye Tájföld. Szerinted egyébként itt a lakosságnak egy nagyon nagy része érintett valamilyen formában ebben az iparágban, vagy azért ez tulajdonképpen még mindig csak elenyésző része, csak nagy figyelem van rajtuk? Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Azért nem beszélnék igazán erről, mert látunk eseteket, hallunk esetekről, látjuk a hömpölygő tömeget a dokumentumfilmeken, amikor ezekről a jelenségekről beszámolnak, de erről ugye nem lehet felmérést készíteni. Tehát az, hogy én mennyire látom, én találkoztam olyan narratívákkal Magyarországon, ahol... Tehát azt is látni kell, hogy egy magyar ember is sokszor azért megy ki mondjuk Tájföldre ilyen céllal, mert mondjuk nincs olyan nagy keresete, tehát nem számít gazdagnak, de kint gazdagnak számít. Tehát lehet látni olyan videókat, ahol férfiak kifejezetten azt élvezik, hogy feldugják az $1-osokat a levegőbe, és hogy a helyiek kapkodnak utána, hogy ez számukra egy sokkal nagyobb hatalmat tudnak megélni itt, mint otthon. És ez bizony a magyarokat is érinti, azt, hogy milyen mértékben, azt nem tudnám megmondani, de az biztos, hogy vannak magyarok. És azt is látni kell, hogy azért tehát beszélünk Tájföldről, meg beszélünk Kenyáról, meg Dél-Amerikáról, de azért szexturizmus mindenhol van. Tehát magyar lányok ugyanúgy kerülnek ebbe a helyzetbe, mint tájföldi lányok. Csak nyilván az látványosabb a fejlődő kontrafejlett országok miatt, de alapvetően azért ez egy globális jelenség. A kérdés az egyébként, hogy mondjuk, ha valaki kimegy Tájföldre vagy egzotikus országokba azért, hogy kiskorúakkal vagy fiatalkorúakkal létesítse szexuális kapcsolatot, annak egyrészt van-e büntetőjogi következménye Magyarországon, másrészt nyilván van egy erkölcsi kérdés is, és az szerintem már nem csak a kiskorúakra vonatkozik, tehát hogy mennyire elfogadható erkölcsileg az, hogy igénybe veszi másnak a szexuális szolgáltatását egy ember pénzért? Tehát már önmagában, hogy igénybe veszi, vagy hogy kiskorú is, mert a kettő összeérhető. Szerintem érdemes külön-külön is beszélni róla. Kategória, mert nyilván a kiskorúság az egy büntetőjogi kategória. És nyilván erről egy jogást kellene megkérdezni, de én úgy tudom, hogy a magyar állampolgárokat arra a magyar törvények vonatkoznak, meg egyébként a kiskorúakkal való szexuális kapcsolatot mindenhol büntetik. Tehát igazából, hogyha ez valakiről kiderül, és bizonyítható, akkor szembe kell néznie, akkor felelősséget kell érte vállalnia, és le kell folytatni az eljárást ellene. Az, hogy erkölcsileg mennyire igazolható az, hogy ez azért nehéz kérdés, mert nyilván nem igazolható, de ez egy jelenség, ami van. Tehát érted, mit akarok ezzel mondani,
hogy amikor a szexualitásról van szó, akkor gyakran előkerül az, hogy egy egész más személyiség jön elő abból az emberből, aki éppen ezt a szolgáltatást igénybe veszi. Tehát, hogy itt az erkölcsök annyira nem számítanak, tehát, hogy megfeledkeznek sokszor az erkölcsös életükről azok abban a pillanatban, amikor éppen igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat. Nyilván erkölcsileg egyáltalán nem igazolható, de nem nagyon tud ezzel a világ egyelőre mit kezdeni. Talán mondhatjuk, hogy a szexturizmusnak pont az a lényege, hogy távol a saját országától teszi mindezt, ahol nem tud lebukni, illetve ahol nem muszáj önmaga lennie. Így van, hát ez alapvetően egyébként a turizmusra jellemző, tehát hogyha megfigyeljük, hogy ez a brit turista sztereotípia se véletlenül alakult ki Magyarországon sem, pedig egy európai országról beszélünk, tehát amikor az ember külföldön van, akkor valamiért úgy érzi sokszor, hogy ott a szabályok nem vonatkoznak rá. A fejlődő világban ez azért is különösen így van, mert ott azért magasabb a korrupció, emberjogi hiányosságok vannak, nagyobb a szegénység, a kiszolgáltatottság, a transzgenerációs hatásokat is figyelni kell. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen környezetben nőtt fel az a gyerek, akiből később aztán prostituált lett. Tehát van még egy nagyon érdekes dokumentumfilm ezzel a témával kapcsolatban, amit a YouTube-on meg lehet nézni, ami kifejezetten azokról a félvér gyerekekről szól, akik a szexturizmus miatt születtek meg. Tehát ez is egy gyakori jelenség, hogy ott ugye kimegy a turista, és kalandozik, aztán hazajön, de közben meg ott van egy gyerek, aki meg csak annyit tud, hogy az apukám valami német volt, az apukám valami angol ember volt, és hát rengeteg ilyen gyerek van, sokan az utcán nőnek fel, tehát nagyon-nagyon-nagyon sokféle következménye van ennek az iparágnak, amiről aztán az, aki igénybe vette ezt a szolgáltatást, egyáltalán nem is tud, vagy nem akar tudomást venni. Ugye szintén a cikketekben olvashatunk arról is, hogy a hatóságok is azért ezekben az országokban behunják a szemüket. Nyilván ugye korábban említetted azt, hogy ez nagyon sok esetben hozzátesz egy nemzet GDP-éhez, de ilyenkor nincsenek olyan nemzetközi szervek, akik meg valahogy mégiscsak tudnak segíteni ezeken a kiskorúakon, akikről azért mondhatjuk, hogy nagyon keményen áldozatok. Hogyne, és hát vannak civil szervezetek, akik ezzel foglalkoznak, illetve hát a kormányok is igyekeznek. Azt is látni kell, hogy mondjuk Indiában is, ez egy folyamat, tehát történnek változások, egyre jobb a helyzet, egyre több jogszabály kötelezi a helyieket. Most az másik kérdés, hogy mennyire lehet ezeket a szabályokat betartatni egy ekkora embertömegnél, akire egy nagyon kevés az igazságszolgáltatás. Tehát, hogyha megnézi az ember Indiában, hogy lakosság arányosan hány bíró jut az indiaiakra, tehát, hogy egyszerűen maga a folyamat, az látszik, hogy előre indul, tehát hogy jobbak a kilátások, több civil szervezet foglalkozik ezzel, a kormányok jobban odafigyelnek, a nemi egyenlőtlenségekre egyre jobban odafigyelnek, de meg kell várni, hogy ezek a dolgok beérjenek, tehát ez egy hosszú folyamat lesz, de vannak kedvező törekvések. Az edukáció nagyon fontos, az is, tehát hogy egyre több gyerek fér hozzá oktatáshoz. Most az egy másik kérdés, hogy éppen a COVID miatt ez most lehet, hogy megreked ez a folyamat, vagy lehet, hogy egy picit vissza is fordul, de ezt csak újságíróként mondom, tehát nem kutattam ebben a témában, de azt viszont látom, hogy a válsághelyzet, a katasztrófa helyzet, a krízisek mindig több embert sodornak a szexiparba az egész világon. Véletlenül sem szeretném nagyon mélyen idehozni a hazai politikát, de ugye a mostani beszélgetésünknek is az az apropója, hogy ugye zajlik itt egy történet, hogy egy újságíró elvileg azzal dicsekedett, hogy azért járt Tájföldre, mert ott az életkort hagyjuk, de hogy kisfiúknak vagy fiatal fiúknak a szolgáltatásait igénybe tudja venni, és az merül fel bennem, hogy azért bizonyára mindannyian hallottunk már a környezetünkből olyat, aki elmesélte, hogy milyen kalandjai voltak egy-egy egzotikus országban, és hogy egy kicsit úgy érzem, hogy nagyon sokszor ez ilyen elfogadott, meg ez, amit használtál, hogy ez a gyarmatosítási életérzés, ez szerintem egy nagyon jó kifejezés. Szóval, hogy mit lehet tenni azért normális embereknek, meg értékrendekkel rendelkező embereknek, hogy ez a terület valahogy visszaszoruljon. Nyilván itt van az egyénnek is felelőssége, meg nyilván az államnak és a hatóságoknak is van felelőssége. Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Én azt tapasztaltam, hogy valahogy a szexturizmust
az, hogy ennyire társadalmi szinten sok ember számára elfogadott lett, az valahol a popkultúrának is köszönhető. Tehát az, hogy számtalan olyan romantikus vígjátékot láthatunk, ahol elmennek tájföldre, és akkor ott jókat nevetünk, hogy azt hitte a prostiról, hogy nő, aztán közben kiderült, hogy férfi, és akkor ott a popcornnal a szánkba jókat nevetünk ezen, nem kell. Tehát, igen, hogy valahol ez is hat, hogy bedugjuk a homokba a fejünket. Azt mondjuk, hogy jó, ez a jelenség létezik, ez egy elfogadott dolog, mindenki jól jár, a prostituált pénzt kap, meg tud élni, a turista pedig tudott egyet szórakozni, és amúgy se a mi dolgunk, mert ránk ez nem vonatkozik. Tehát ez a kollektív hallgatás, ez az, ami szerintem nagyon sokat állt az ügynek. Tehát beszélni kell erről, hogyha valakiről megtudjuk, akkor nem leszídni, vagy ilyesmi, hanem el kell kezdeni egy párbeszédet, hogy ő mégis mit gondol erről az egészről, hogy a másik oldaláról ezt tényleg úgy gondolja, hogy ez így az illetőnek jó volt, meg hogy ez a helyes cselekedet, meg hogy nincs más alternatíva, hogy jól tudja magát érni. Én a párbeszédben az edukációban hiszek, és abban, hogy ne csináljunk úgy, mintha ebből lehetne viccet csinálni. Ján Borminiska Zsejke újságíróval beszélgettünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen.